Classic Girl, mondjam, leült. Start, nem is indult jól Classic Girl, összességében azonban jól jött ki ebből az indításból, és Matrix az, aki vállalja magára a vezetést. Matrix vezet mögötte Glenda, Matrix Glenda, ez az első két ló sorrendje, amikor jönnek ki a lovak most már a kanyarból, és mellettük ott van a szürke, gitáros F, és hogy arra talán lehetett számítani, gitáros F talán elmegy vezetni, a vezető hármas mögött pedig Tessala talál jó pozíciót magának, mögötte pedig Rence színei tűnnek föl, nagyon szorosan ott van a vezető lovak mellett Ice Hogel, összességében elmondható, hogy jól együtt az egész mezőny, amikor az ügető átjáróhoz érkeznek. 1300 méter van hátra a futamból, és Matrix továbbra is vezet, hárman fejfejt galoppoznak, Matrix, Glenda és kívül gitáros F. Nagyon jól együtt galoppozik az egész mezőny. Classic Girl, aki egy picit gyengén kezdett, ő a mezőny végén, illetve egy pillanat alatt Lovely Rock csúszott vissza, de talán még innen vissza tud jönni. Lassan a lovak az utolsó szakaszához érkeznek a versenybe, hiszen már ott vannak a kanyarban. Matrix még mindig vezet német Sándorral. Matrix két ötödik helyezés után itt már komolyabb eredményt érhet el. Matrix vezet, Tessala pedig csúszik vissza. De Matrix az élen, gitáros F kívül könnyen jön, és úgy látom, hogy Glenda is megkezdi talán majd a támadást. Benn a falon pedig Ice Hogel továbbra is remekül tartja magát. Matrixot erősebben kell már lovagolni, csak sétál kívül gitáros F, és hát elképzelhető, hogy ebből most már lesz gitáros számára egy győzelem. Két második helyezés után Classic Girl is szinte a semmiből megjelent benn a falon, és ha lesz útja, akkor megnyerheti a versenyt. Kívül viszont van útja Ice Hog, van útja gitáros F-nek, és gitáros F nyerheti ezt a versenyt. Gitáros F-et azért a végén meg kell lovagolni, mert nagyon szorosan ott vannak mögötte a többiek. Gitáros F a győztes, gitáros F-re a végén felszalad Ice Hogel, gitáros F, Ice Hogel. Ez az első két ló sorrendje, és Classic Girl érkezik meg a végén a harmadik helyre. Nagyon szorosan ott volt még Pomorózó Glenda, és egészen jól tartotta magát. Két második helyezés után tárgya győz, gitáros F. És Suták Csenge ezzel megnyerte 8. idei versenyét. Ez benne volt a pakliban. Külön beszéltél gitáros F-ről, hogy itt ő a kimagasló esés, ez így igaz, nagyon nehéz volt ellene játszani, ellene gondolni lovakat, Ice Hogel jól futott, jól jött, Classic Girl és Matrix sokáig ragyogóan tartotta magát, Rence is ott látszott sokáig az élmezőny környékén. Célfotót kérnek az első helyre, ezt azért általában megszokhattuk, hogyha Csuták Csenge lovaggal a frontban, de hát ez nem azért ilyen szoros, mert nem akart nagyon többel nyerni, hanem azért, mert gitáros F-nek komoly ellenfelei voltak. Hogy Pomorózó Csíkos Dresden ifjabb Kozma Istvánnal volt jó pozícióban, talán az ő nevét ritkában említettem. Matrixra oda kell figyelni, de a játékosok játszották, azért egyszer-egyszer föltűnt az ő száma, a végét nem bírta, nagyon jól jön a végén Lovely, illetve Ice Hogel, neki volt ott, lehet, hogy egy kicsit összecsúktak előtt a túlsó oldalon, azt nem tudom, de egy pillanat alatt visszacsúszott. Nyakhossz lesz az, és Classic Girl pedig a végén megérkezik. Mirákulum a negyedik, és akkor Glenda az ötödik, itt pedig a mezőny második fele. 7-5-10 lehet a vége. Figyelem, a 9. futam nem hivatalos befutási sorrendje. 7-es, 5-ös, 10-es. Ismétlem, 7-es, 5-ös, 10-es. 7-es, 5-ös, 10-es, tehát a nem hivatalos befutási sorrend a nap 9. futamában. Gitáros F két második helyezés után győz. Hát ugye, ha tulajdonosi vagy tréneri statisztikát néznénk, egy friss statisztikát, ugye abból azt látnánk, hogy Hajdi Lajos sokat javított a pozícióján, és az, hogy Suták János igencsak előkelő helyen van a Handy